Köszöntöm nézőinket, Önök a Tolnatáj televízió híradóját látják, Jela Jászmin Grace vagyok, főbb témáink néhány mondatban. Folytatódnak a munkálatok, a 2024-es szeptemberi tanévre elkészülhet a szekszárdi uszoda. A zene, ami összeköt, közös éneklést szerveztek a Béla Király téren. Honismereti találkozó, a kiemelkedő munkát is díjazták a rendezvényen. Kiállítás megnyitó az Ady Endre Technikumban, az iskola egyik tanárának alkotásai díszítik az intézmény falait. Várhatóan a 2024-es szeptemberi tanévre elkészülhet a szekszárdi uszoda. Ezt Máté Péter, a helyi Fidesz frakció vezetője és a pénzügyi bizottság elnöke mondta stábunknak. Bár az alapkőletét erre már 2018 márciusában sor került, a kivitelezés jó ideje abba maradt. Az önkormányzat végül úgy döntött, inkább az államra bízná a befejezést. Az Építési és Közlekedési Minisztérium kiírta a szekszárdi uszoda tervezésére és kivitelezésére vonatkozó közbeszerzési eljárást, így akár még idén sor kerülhet az épület befejező vállalkozó kiválasztására, és folytatódhat a munka. Tehát a kivitelezés közbeszerzési eljárását megkezdték. Ez azt jelenti, hogy ettől kezdve megvannak a határidők, és megy minden a maga útján, tehát jövő év tavaszán ez nagyon nagy valószínűséggel egy komoly kivitelezővel fog indulni, és épülni fog az uszoda. A beruházás többségében a Modern Városok programból nyert támogatással valósult volna meg, azonban a kivitelezés már jó ideje abba maradt, hiszen az alapkőletételre már 2018 márciusában sor került, a városvezetés tavaly végül úgy döntött, inkább az államra bízná a befejezést. Ezt átadtuk, tehát átadtuk a magyar államnak. A magyar államtól kértük Lázár János építési minisztert, akkor még építési miniszter volt, mikor itt járt ősszel, járt az uszodába is, és akkor azt az ígéretet tette, hogy a magyar állam üzemeltetést is átvállalja. Máté Péter hozzátette, hogy várhatóan a 2024-es szeptemberi tanévre már elkészül a szekszárdi uszoda. Tolna vármegye útjain kedden egy könnyű sérüléses és két anyagi káros baleset történt. Kismányok térségében egy utánfutót húzó autó vezetője a kereszteződésben az elsőbbségadás kötelező jelzés ellenére kihajtott egy 17 éves motoros fiú elé, aki megpróbálta elkerülni a balesetet, de neki ütközött a kocsi utánfutójának. A motoros könnyebben megsérült a balesetben. Egy vadelütés is történt a vármegyében. Egy autós közlekedett a 6-os főúton a 118-as kilométer szelvény közelében. Egy őz ugrott elé, a sofőr elütötte az állatot. A vad a helyszínen elpusztult, az autó pedig megrongálódott. A Zene, ami összeköt címmel közös éneklést szerveztek Szekszárdon a Béla Király téren. Az eseményen mintegy 600 gyerek vett részt. A rendezvényen felcsendültek a Pál utcai fiúkból a Mi vagyunk a grund, illetve Szekszárd a mi városunk is. A Zene, ami összeköt címmel rendezték meg a többi iskolát összefoglaló, kultikus dalokból összeállított programot, ahol kisiskolásoktól hangzottak el olyan slágerek, mint például a Mi vagyunk a grund a Pál utcai fiúkból. A zene mindenkié. Erről hasonlóan vélekednek a gyakorló általános iskola pedagógusai is. Szerintem a zene minden ember életében nagyon fontos, és úgy gondolom, hogy muszáj, hogy fontos legyen, ugyanis rendkívül sok örömet okoz a zene és annak hallgatása, és mi az iskolában minden évben megemlékezünk a zene világnapjáról, együtt éneklünk az aulában, ma reggel is ez történt, az első órát ezzel kezdtük, és az egész iskola kint állt az aulába, és együtt énekeltünk a kollégák rögtönzött kórusával. A zenevilágnapján a zeneművészet legnagyobb alakjaira emlékezünk. Az UNESCO Yehudi Menuhin kezdeményezésére nyilvánította október 1-jét a zenevilágnapjává. Mindez 1975-ben történt, azóta pedig a világ minden pontján ezen a napon különös figyelmet szentelnek annak a csodának, amit zenének hívunk. Minden évben megemlékezünk a zenevilágnapjáról. Szerencsére nagyon sok diákunk zeneiskolás, tanul hangszeren, és nagyon szeretnek énekelni.
Hadd emeljem ki, hogy ma reggeli zenével indítottuk a napot. Az első óra becsengetésekor a teljes 600 fős, kb. 600 fős diák sereg együtt énekelt a tanárokkal egy dalcsokrot, ami azt gondolom, hogy egy szép indítása volt a zenevilágnapjának. És hogy miért tartom fontosnak? Azért, mert azt gondolom olyanok, mint a mesék, hogy egészen a lelkünkig hatnak, és a zenével nagyon sok mindent ki tudunk fejezni és át tudunk adni, ahogy a mesékkel is. A kisiskolások az év eleje óta szorgalmasan készültek a Béla Király téren megrendezett eseményre, hogy egy közös énekléssel emlékezzenek meg eme jeles alkalomról. Ezért szeretem a zenét, mert jó hallgatni és ilyen nyugalmat ad. A zene mindent kifejez, amit az emberek képtelenek szavakkal elmondani, és sosem hazudik. A magyar kormány kiemelten kezeli az állat jólétet és az állatvédelmet, hangsúlyozta a kormány szóvivő szerdán az Állatok Világnapja alkalmából közzétett Facebook bejegyzésében. Szentkirályi Alexandra elmondta, a kabinet több intézkedést is hozott az ügyben, így ivartalanítási programokat támogat több mint 500 millió forintos keretösszeggel, továbbá mintegy 100 millió forinttal segítette az állatvédő civil szervezetek munkáját is. A kormány szóvivő kiemelte a Nemzeti Állatvédelmi Tanács megalakulását és azt is, hogy a hazai állatvédelem történetében először állatvédelmi kódexet írtak alá állami, tudományos és civil szervezetek képviselői. Emellett megjelent a kóbor állatrendelet, amely részletesen szabályozza az ebrendészeti telepek feladatkörét és ellenőrzését folytatta. Az egyes büntetőjogi törvények módosításával szigorúbban büntetik az állatkínzást, továbbá az eltiltás az állattartástól bekerült a közigazgatási szankciók nyilvántartásába. Tengelicen rendezte meg a 24. megyei találkozóját az Egyed Antal Honismereti Egyesület. Az eseményen a kiemelkedő munkát is díjazták, ezt követően pedig érdekes előadásokat hallgathattak meg a résztvevők. Színes, gazdag, tartalmas nap várta a történelem, helytörténet, honismeret elkötelezett kedvelőit. A megyei találkozón díjazták a kiemelkedő munkát. A vendéglátótelepülés, azaz Tengelic nevében Kajsza Béla alpolgármester köszöntötte a résztvevőket. Beszédében kihangsúlyozta, hogy vigyék az örökségére, értékeire joggal büszke Tengelic jó hírét szerte az országban. Az Országos Szövetség nagyobb díjakat ad a tagságnak, ezeket pályázat útján tudjuk elnyerni, és nagyon nagy örömünkre az Országos Szövetség legnagyobb díját, a Bél Mátyás díjat dr. Szőcs Zoltán kapta ebben az évben. Ő már az 50. Országos Honismereti Akadémián átvehette a díját a parlamentben. Ezen kívül 6 emléklapost tüntet ki a szövetség. Bél Mátyás emlékplakettet vehetett át Szőcs Zoltán, a Bonyhádon élő tanár, történész, geográfus, a Völgységi Múzeum nyugalmazott igazgatója, az Egyesület elnökségi tagja. Mint mondja, ez az elismerés számára a Honismereti Szövetség Kossuth díjának a megfelelője. Szeretném megköszönni a Tolna megye Egyed Antal Honismereti Egyesület tagságának és vezetőségének azt a megtiszteltetést, hogy a Bél Mátyás díjat átvehettem. Ez nagyon megtisztelő, hiszen a megyében én vagyok a 6., aki ezt a díjat megkapta, és azért is megtisztelő, mert Bonyhádon dr. Kolta László tanár úr, a korábbi honismereti szakköri vezető volt az, aki ezt megkapta. A kitüntetettek száma a megyei találkozón tovább gyarapodott, miután további 6 tag lehetett tulajdonosa az Országos Honismereti Szövetség emléklapjának. Köztük Gruber László, a Bonyhádi Gimnázium földrajztörténelem szakos tanára. Igazság szerint engem általában úgy ismernek az emberek, hogy nem annyira a honomat ismerem, vagy a közvetlen környezetemet, hogy egy kicsit kielemezzem a szót, hanem inkább mint utazó ember, aki a világ minden táján előfordul. Nagyon nagy megtiszteltetés, és ezt nem csak udvariasságból mondom, szerintem az egy nagy dolog, ha az embert a szűkebb környezetében ismerik el, és külön köszönetet szeretnék mondani dr. Gesztesi Enikőnek, és természetesen az egész elnökségnek, illetve a felterjesztőknek. Mint említette, Tengelicre már szinte hazajár, mivel egy-egy távoli ország felfedezése után gyakran érkezik a településre előadásokat tartani és megosztani a helyiekkel ezen utazásait. Ezért is közel áll a szívéhez,
hogy a díjátadóra itt került sor. Az esemény izgalmas előadásokkal folytatódott, melyet régi, helyi nemesi családok leszármazottjai tartottak, majd végezetül a díjazottak és az egyesület tagjai megtekintették a község helytörténeti nevezetességeit, mintegy a program lezárásaként. Egységes mikrotanúsítványok bevezetését tervezi a kormány, jelentette be a Kulturális és Innovációs Minisztérium innovációért és felsőoktatásért felelős államtitkára. Hankó Balázs az egységes mikrotanúsítványrendszer és az egyéni tanulási számla magyarországi helyzetét bemutató rendezvényen arról beszélt, hogy a felsőoktatás, a szakképzés, a felnőtt képzés és az innováció egymással összekapcsolódó fontos területek, amelyek feladata a gazdaság és a társadalom jelenlegi és jövőbeni igényeinek kiszolgálása. A felsőoktatásnak olyan diplomás szakembereket kell képeznie, akik megfelelő gyakorlati tapasztalattal helyezkedhetnek el a munkaerőpiacon, és Magyarország tudásgazdaságát bővíthetik, valamint fokozzák a magyar innovációt és kreativitást. A megújult szakképzési rendszer mestereket ad a gazdaság szereplőivel együttműködésben megvalósuló duális képzésnek köszönhetően, a felnőtt képzés pedig egyfajta gyors reagálás a folyamatosan változó környezetre és gazdasági igényekre, mondta az államtitkár. A Petőfi 200 emlékév alkalmából nyílt kiállítása a Tolna megyei szakképzési centrumhoz tartozó Ady Endre Technikum és Kollégiumban. Az intézményben egyébként nagy hangsúlyt fordítanak a művészetekre. Petőfi 200 címmel Székely Galéria kiállítás nyílt Tamaskó Komjáti Anett képeiből Szekszárdon, a Tolna vármegyei szakképzési centrumhoz tartozó Ady Endre Technikum és Kollégium aulájában. 5 éve festek, és ide 20 festményemet hoztam el. Én tulajdonképpen embereket festek, főleg nőket, mert engem a női mély lélektan nagyon érdekel, valahogy a képeimmel is azt szeretném kifejezni, hogy mik rejtőznek bennünk, milyen érzéseink, milyen hangulataink. Tulajdonképpen ezek az én érzéseim, az én hangulataim, de hogy alapvetően azt fogják látni a nézők, hogy itt többnyire a női megjelenések különböző formái. Az országgyűlés a 2023-as évet Petőfi Sándor emlékévé nyilvánította, a költő születésének 200. évfordulója alkalmából. Ennek az évnek ugye van egy másik apropója, és a Petőfi 200. évforduló, ami egy kicsit összekapcsolta a galériának az újranyitását és a megemlékezésnek a fonalát. Az alkotó, ugye Tamaskó Komjáti Anett kolléganőnk a festményeivel nyitja meg az új kiállítását és a galériát, hogyha úgy tetszik, újra életre hívja, illetve az a Petőfi kép, ami a galériának az egyik főszereplője, ez az ő kezemunkája és az emlékév alkalmából készült, és azt gondolom, hogy méltó koronája lehet az emlékévnek. A szervezők egy régi hagyományt szerettek volna újra feléleszteni, amikor is az iskola tanárai egy szélesebb körben is bemutathatják alkotásaikat. Az alkotó megegyezte, képei által szeretné jobban bemutatni a női lélek rejtett bugyrait, és a portré által még jobban kifejezésre juttatni az emberi érzéseket. A realisztikus ábrázolásmódon a portrék mögött megjelennek a mélyebb érzelmi viszonyok, a sötétebb árnyalatok használatával pedig megteremti a mélységet a festményben, mellyel még valósághűbb lesz a kép. A kiállítás munkanapokon 10 és 3 óra között látogatható. Regionális híreink következnek. Nagy fogásról számoltak be a baranyai rendőrök, több mint 5 kiló kemény drogot foglaltak le. Automatikus részletfizetés a NAV-nál, kedvezményt kaphatnak a magánszemélyek. Ilyenek szóval telt meg a kaposvári főtér, több száz gyerek ünnepelt a Zene világnapjához kapcsolódva. Terjesztői hálózatot számoltak fel a baranyai rendőrök, több mint 5 kiló kábítószer gyanús kristályos anyagot foglaltak le, a gyanúsítottak egy része már előzetesben van. Feltartóztatott autó, elfogott díler, a táskából a kábítószer is előkerül ezen a rendőrségi videón. Nagy fogásról számoltak be a baranyai rendőrök kedden. Az ügy előzménye egy augusztus végi rajtaütés, amikor a rendőrök egy droggal kereskedő házaspárt fogtak el. A főkapitányság nyomozói tovább göngyölítették a szálakat, amelyek elvezettek a páros beszerzési forrásához. A nyomozás eredményeként bővült az elkövetői kör, a gyanúsítottak száma 2
kettőről nyolcra nőtt. Szeptember 29-én az M6-os autópálya Sombereki lehajtójánál vontunk intézkedés alá egy gépjárművet és benne három szemét. A gépkocsiban 2634 g kábítószer gyanús kristályos anyagot találtunk, és foglaltunk le. Ezt az anyagot, ezt adataink szerint egy főváros környéki településről hozták, annak érdekében, hogy a Baranya vármegye területén ezt értékesítsék. A gépkocsiban tartózkodott egy 47 éves komlói férfi és egy 35 éves, valamint egy 29 éves mohácsi férfi. Őket elváltottuk a rendőrfőkapitányságra. A bűncselekménnyel összefüggésben egy 41 éves pécsi férfit azzal gyanúsítanak, hogy a komlói férfi által beszerzett drogot a munkahelyén rejtegette, és közreműködött az anyag további értékesítésében. A férfi munkahelyén bruttó 1378 g kábítószer gyanúját keltő anyagot foglalt le a hatóság. Október 2-án egy 38 éves és egy 27 éves komlói férfit vontunk intézkedés alá. Náluk is kábítószergyanús anyagokat, valamint kábítószer fogyasztásához kapcsolódó kábítószerrel szennyezett eszközöket foglaltunk le. Őket szintén előőrzetbe vettük és kezdeményeztük a letartóztatásokat, erről vélhetően a holnapi nap folyamán dönt a bíróság. Az ügyben eddig 21 személyt vontunk intézkedés alá, közülük az említett 6 gyanúsított van letartóztatva, illetőleg 2 van jelenleg még őrizetben. A nyomozás kiderítette azt is, hogy kimozgatta a hálózat szálait. Amit eddig a nyomozásból tudunk, hogy ez a 47 éves komlói férfi volt az értékesítés, tehát a kábítószerkereskedelem központjában. A fővárosból és a főváros környéki településekről szerezte be a szereket, majd a többi személynek, az őrizetbe vett, illetőleg letartozott személyeknek nagyobb mennyiségben értékesítette, akik ezeket tovább értékesítették a fogyasztói körüknek. A Baranya vármegyei rendőrfőkapitányság munkatársai a sikeres felderítésnek köszönhetően több mint 5 kg drog piacra kerülését akadályozták meg, amelynek fekete piaci értéke meghaladja az 50 millió forintot is. Megkönnyíti az adóhátralék fizetését a magánszemélyeknek a NAV. 1 millió forint alatt automatikus részletfizetést kérhetnek az érintettek. A részletekről az adóhivatal baranyai sajtóreferense beszélt stábunknak. Ilyen adószámlákat kapnak mintegy 2 millióan október végéig az adózók Magyarországon. Ebből kiderül, hogy tartozása vagy éppen túlfizetése van az érintettnek a hivatal felé. Ha fizetnie kell a magánszemélynek, akkor azt akár automatikus részletfizetéssel is megteheti egy kérelem alapján. A magánszemélyek közé tartozik az egyéni vállalkozó és az áfa fizetésére kötelezett magánszemély is. Tehát automatikus részletfizetést kérhet a magánszemély, hogyha a tartozása nem haladja meg az 1 millió forintot. Az automatikus részlet lényege, hogy évente egyszer, legfeljebb 12 hónapra kérhető pótlékmentes részlet ezekre a tartozás összegekre. Amennyiben olyan tartozása van az adózónak, amely levont SZIA előlegnek számít például, vagy pedig levont járulékra, akkor ezekre az összegekre nem kérhető automatikus részletfizetés. Kétféle módon lehet benyújtani a kérelmet az automatikus részletfizetésre, mondja a sajtóreferens. A kérelmet papíralapon vagy elektronikusan lehet benyújtani a hivatalhoz. A papíralapú kérelmet vagy postai úton tudja eljutatni az adózó a hivatalhoz, vagy pedig bármelyik ügyfélszolgálaton személyesen is leadható. Az elektronikus benyújtáshoz szükséges adatlap a hivatal honlapján elérhető. A kérelem benyújtása illetékmentes. Ha ez alapján megkapja a magánszemély a kedvezményt, akkor fontos betartani a részletek fizetési határidejét. Abban az esetben, hogyha az adózó nem fizeti be rendesen a részleteket, akkor az automatikus részletfizetési engedély hatályát veszti, és a fennmaradó tartozás egy összegben pótlékokkal együtt lesz esedékes. Azok az adózók, akik nem felelnek meg az automatikus részletfizetés szabályainak, az általános szabályok szerint kérhetnek fizetési könnyítést a hivataltól. A sajtóreferens azt mondja, a gyorsabb ügyintézés érdekében érdemes a kérelmet az állandó lakhely vagy a tartózkodási hely szerint illetékes igazgatóságnál benyújtani. Az automatikus részletfizetésről Adópercek című műsorunkban hallhatnak bővebben.
Több százan énekeltek együtt Kaposváron, a zene világnapjához kapcsolódva óvodások és általános iskolások énekelték be a Kossuth teret népdalokkal. A Somogy zenekar muzsikájára pedig ropták a táncot a gyerekek az eseményen. Énekszóval telt meg a kaposvári Kossuth tér, ahol a helyi zeneiskola szervezésében immár 12. alkalommal ünnepelték meg a Zene Világnapját. Az eseményre több ovis csoport is érkezett. A Damjanics utcai tagovodások számára nem ismeretlenek a népi játékok, az intézményben ugyanis fontos szerepet kap a zenei nevelés. Minden csoportszobánkban külön kis zenei tér van berendezve. Heti egy alkalommal dalos játékokat, körjátékokat tanulunk a gyerekekkel, illetve mikrocsoportos formában zenei készségfejlesztéssel is foglalkozunk. Ezen kívül a mi óvodáinkban tehetséggondozó tehetségműhelyek is vannak, valamennyi óvodánkban van népi, dalos, énekes, táncos tehetségműhely. Az ovisok után az általános iskolások vették birtokba a Kossuth teret. A diákok 3 népdalt énekeltek a Somogy zenekar kíséretében. A kaposvári Liszt Ferenc zeneiskola növendékei sem hiányozhattak az alkalmi kórusból. Nagyon fontosnak tartom, hogy a zenéről beszéljünk is, ne csak hallgassuk, ne csak énekeljünk, hiszen ez az évben egy olyan nap, amikor mindenki egy kicsit a zenére fókuszál, és nagyon jó közösen énekelni, nagyon jó közösen zenélni. Bár ezúttal a népdaloké volt a főszerep a közös produkcióban, a fiatalok más műfajokban is szeretik kipróbálni magukat, így akár musicalben vagy operetben is. Számomra mindig is ezek voltak az ideálisabb dalok. Szeretem ezeket a dalokat azért, mivel ki tudok teljesedni bennük. A Zene Világnapjához kapcsolódó programon több százan énekeltek együtt a Kossuth téren. Nagyon fontos, azt gondolom, hogy Kodály országában visszanyúlunk a gyökerekhez. A népdalok azok és a gyerekdalok, amit a gyerekek először elkezdenek megtanulni már az óvodában is. Az óvodás korosztályt is természetesen megcélozzuk. A korai zenei nevelést szeretjük, nagyon fontosnak ítéljük meg, hogy minél hamarabb elkezdődhessen. Így hát őket várjuk először, ők gyermekdalokat énekelnek, és akkor ehhez kapcsolódunk azzal, hogy akkor a nagyobb gyerkőcökkel pedig a népdalokat énekeljük. A közös éneklést követően rögtönzött táncházba robhatták a gyerekek a Somogy zenekar muzsikájára. Végül mutatjuk legfontosabb Tolna vármegyei híreinket még egyszer röviden. Folytatódnak a munkálatok, a 2024-es szeptemberi tanévre elkészülhet a szekszárdi uszoda. A zene, ami összeköt, közös éneklést szerveztek a Béla Király téren. Honismereti találkozó, a kiemelkedő munkát is díjazták a rendezvényen. Kiállítás megnyitó az Ady Endre Technikumban, az iskola egyik tanárának alkotásai díszítik az intézmény falait. Csütörtökön ismét frontmentes, délelőtt naposabb, majd délután változóan felhős csapadékmentes időre van kilátás. Gyenge mérsékelt, északon kissé élénk nyugatias szél fog fújni. Északa marad a mérsékelt vastagságú felhőzet felettünk. Friss hírekkel legközelebb csütörtökön este jelentkezünk, addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!